a negyedszázados Rákóczi Szövetség a magyar kormánynak kiemelt partnere, hiszen céljaink, küldetésünk egybeesik a tekintetben, hogy a magyar nemzet megmaradjon. És ebben a Rákóczi Szövetségnek múlhatatlan szerepe volt, és van, és lesz. Három elemet emelnék ki, ami speciálisan a Rákóczi Szövetséghez kötődik. Az egyik az ösztöndíjaknak a támogatása, hiszen a magyar állam mindegy 20 000 forintot ad minden külhoninak, aki magyar iskolába jár, legyen az óvoda vagy kisiskola. Ezt kiegészíti a Rákóczi Szövetség egy széles gyűjtéssel, hogy még ők is összeszednek 10 000 forintot. Ebben nem csak a 10 000 forint fontos, bár sok esetben mondjuk Kárpátalján ez sokat jelenthet, hanem ebben a fontos az, hogy érezze az a külhoni magyar, hogy itt Magyarországon vannak emberek, akiknek személyesen is fontos, nem csak államilag, hogy az ő gyereke magyar iskolába járjon. És ezért ezek az alkalmak, amikor átadjuk akár az országgyűlésben gyűjtött, akár az önkormányzatoknál iskolákba gyűjtött 10 000 forintokat, ez megerősíti a szolidaritást és az összetartozást. A másik, hogy nagyszerű ifjúsági táborokat rendez a Rákóczi Szövetség, ahol a külhoni fiatal emberek kapcsolatba kerülhetnek magyarországi politikusokkal, közéleti emberekkel, hiszen a külhoni magyarság érvének érvényesítése jelentős részben attól függ, hogy lesznek-e olyan professzionális politikusaik, akik emberi jogi szempontból és egyszerűen a politikai tehetség szempontjából képesek megjeleníteni és érvényesíteni a rájuk bízott embereknek az érdekeit, szempontjait. A harmadik pedig Eszterházy Jánosnak az emlékének az ápolása és a rehabilitációjának a követelése. Ez azért kulcsfontosságú, mert ha volt igaz ember a Földön, akkor Eszterházy János az volt. És őt ítélték el, mint háborús bűnöst, holott ő volt az, aki a szlovák parlamentben egyedül mert a zsidó törvények ellen szavazni. És ezek után őt ítélték el háborús bűnösként. Ezért Eszterházy Jánosnak a rehabilitációja szimbolizálja a felvidéki magyarság, de az egyetemes magyarság tekintetében is, a délvidéken legyilkolt, felvidéken jogfosztott magyarságnak a kálváriáját. És azért nem mondhatunk le Eszterházy János rehabilitációjáról, mert akkor lemondanánk az egyetemes magyarság rehabilitálásáról, akit ezeken a területeken elítéltek kollektív bűnösség alapján, lásd mondjuk a Benes dekrétumok, azzal, hogy a 100 éves Agastyántól a karolinói csecsemőig háborús bűnös lenne. Ezért Eszterházy János a magyar becsületnek a rehabilitáció, és azért is fontos, hogy a boldoggávatása megtörténjen, hiszen ha volt életszentségben élő ember, akkor az Eszterházy János volt. Ha volt vértanú, akkor az Eszterházy János volt. Ezért az ő boldoggávatása és ennek a támogatása az elszakított területek és az egyetemes magyarság rehabilitációját is jelenti, ami megkerülhetetlen dolog, mert nem fogadhatjuk el azt, hogy bűnös nemzet lennénk, nem fogadhatjuk el azt, hogy másodrangú uniós polgárok vagyunk, és nem fogadhatjuk el, hogy alábbadók lennénk bármelyik más nemzetnél. Ezért a Rákóczi Szövetség a magyar megmaradás szolgálja, a magyar önbecsülésnek a visszaállítását, ami múlhatatlan szolgálat, és ezért tekintjük stratégiai partnerünknek.